Az utánpótlás neveléssel foglalkozó NKK a legkisebbektől kezdve a kadett korosztálya bezárólag versenyeztet csapatokat. Az elmúlt szezonban a Ferenczi Tamás által irányított U16-os együttes több mint 100 induló között az egyesület történetében először kiharcolta a kiemelt bajnokságban való indulásjogát. Az NKK ötös lehetőségei nem versenyezhetnek az akadémiai csapatokéval, ami érezhető volt a pályán. Az edző szerint a vereségek ellenére is sokat tanulhattak a korosztály legjobb csapatai elleni mérkőzésekből. A legnagyobb hiányosságunk talán az volt a többi csapathoz képest, hogy nem voltunk annyira rutinosok, sokkal kevesebb mérkőzést játszottunk, mint az ellenfeleink, hisz az akadémiai csapatok már egészen kenguru gyerek serdülő korosztályban évi szinten kb. 50-55-60 mérkőzést játszottak. Volt olyan csapat, aki a nemzetközi porondon is játszott rendszeresen. Nekünk körülbelül azt mondom, hogy összesen egy 100 mérkőzés volt a játékosokban, és meg voltak illetődve az első fordulókban. Ugye meg voltunk attól illetődve, hogy sokkal magasabbak, fizikálisan erősebbek voltak az ellenfelek, sokkal gyorsabban játszották a játékot, mint ahol mi a regionális bajnokságban hozzászoktunk. De úgy gondolom, hogy az alapszakasz vége fel az utolsó 4-5 mérkőzésen már közel egyenragú partnerei tudtunk lenni az akadémiai csapatoknak. A koronavírus járvány miatt az NKK 5-ös kosarasai is otthoni edzésekre kényszerültek. Ferenczi Tamás igyekezett változatos, a speciális körülményekhez alkalmazkodó edzésprogramot összeállítani a játékosok számára. Különbözőek voltak a körülmények. Volt, aki ugye egy panelházba lakott mondjuk a 6. emeleten, nem nagyon volt lehetősége arra, hogy esetleg sportoljon otthon. Aki kertes házba lakott, tehát ne talántán volt otthon kosárpalánkja, labdája, ők ugye más jellegű feladatot tudtak végezni. Úgyhogy ezt a közel 2,5 hónapot én úgy gondolom, hogy a játékosok szorgalmasan teljesítették, leginkább úgy tudnám jellemezni, hogy lehetőségeikhez mértem. Ezt követően, amikor lehetőség volt arra, szabadtéren 3 hetet atletizáltunk, a célunk az volt, hogy fizikálisan a játékosokat visszahozzuk abba az állapotba, ahol ugye március közepén tartottak, illetve most már azt mondom, a 4. hete a tornateremben edzünk, itt is még csak óvatosan kerüljük a testest elleni ütközést, hisz számtalan szakirodalmat olvastunk, hogy ilyenkor egy ilyen hosszú leállás után megnő a sérülés veszélynek az esélye, tehát mi is főleg alaptechnikai dolgokat ismételünk, javítjuk a játékosokkal, illetve most már a jövő évi keretekkel dolgozunk együtt, tehát én nekem most újra egy U14-es csapatom és egy U12-es csapatom van. Mivel az NKK-nál a kadetta kifutó korosztály, a kiöregedő játékosok máshogy folytatják pályafutásukat. Hibján Máté és Szalacsi Balázs a debreceni kiemelt akadémiára kerül, a többiek a nyíregyházi sportcentrum színeiben játszanak tovább. A válogatottban meghívott Orosi Bálint még jövőre is a kadetteknél szerepel majd. Az edzések július közepéig tartanak a Vescsik csarnokában, majd 2 hét pihenőt követően augusztus elején egy miskolci edzőtáborral indul a felkészülés a következő szezonra.